amennyiben az Úr elénk hozná azt a szemét, akit hozzánk illő társul rendelne, a hitünk akadálya lehet-e a találkozásnak? Az Isten jó, az Isten mindegyikőtöket egyformán nagyon szeret, pontosan. Vannak az Istennek, Isten nagyon jó apuka, és egy kemény edző, meg úgy mindenben, szóval ő ezt nagyon, nagyon vágja, ezt az egész kapcsolati témát. És az a helyzet, hogy ha nem hozott eléd úgy, mint Rebekát, Izsákhoz, mert stb. Ilyen nem volt, akkor egész egyszerűen még nem látta itt, hogy nem, ő, Isten nem találta még meg a hozzád élőt. És akkor az a helyzet, hogy lehet, hogy az a szitu van, hogy most még nem lenne jó neked egyébként férhez menned, vagy megnősülnöd. És ezt az igazságot nehéz lenyelni. Mert nem tudom másképp kibekkelni ezt az időszakot, mint azzal a bizalommal, ezért kezdtem az elejét, hogy az egész azon múlik, hogy én mennyire tudom megőrizni a bizalmat Istenben. Mert ha Isten, na, mondok egy jó példát, nálunk az egyik lány szolgáló dicsőítésben, ő 40 évesen ment férhez. Ebből 35 évet azzal töltött el, hogy ő sose fog férhez menni. Mindig nyitott volt egyébként arra, hogyha az Úr megváltoztatja ez irányú gondolkodásmódját, akkor azt úgy is tudni fogja. Tehát volt bizalma Isten felé abban, hogy Isten tudja, hogy hogy kell hozzászólni, ha ez változik, akkor majd Isten szólni fog. És 40 éves korára ez változott, és behozta az életébe az illetőt, és akkor összeházasodtak, hál' Istennek. Tehát megint a bizalom a kérdés, hogy én ki tudom ezt az időt várni, csak eleve ez rossz szó, mert szerintem ne a házasságot várjátok, hanem várjátok. Tényleg én azt csinálnám, hogy éld meg a mai napot. Tudom, hogy néha nehéz, meg látjátok a sok esküvői meghívót, akkor ott lenni. Ennek van tényleg egy nehézsége, főleg, hogyha az emberi szív erre már vágyik. Akkor is ki kell tudni várni dolgokat. Köszönjük!